amikor bejön a díszletjelmez, akkor ott összeomlik a darab atomjaira, amiről már azt hittük, hogy egyébként tök jól megy. Szerintem ez nem lehet hosszabb, mint maga ez az izé. Nem lehet hosszabb, mint ez. Ja, hogy ne lógjon ki. Hogy ne lógjon ki ebből a síkból. Jó, szólok. Annak, akit elérez a levél... Bocsánat, hagymás rántottál, te szegény pompor. Nem jó a kellék. Tudja, mit tart a mondás? Mit tart a mondás? Minek serdőd le? Azt hiszed, nem veszem észre. Még egy kész fogadták. Igen, ez így történik. Ez a szék egy kicsit rossz. És te majd, bocsánat. Az élet néha rossz, és te majd becsavarodsz. És van, amikor káromkodni kell. Ha nyomaszt a sok bal kéz. Ezt a szervét se hagyta ki. Csak fütyül, sose bal kéz. És reménykedve néz az égre fel. Ki vagy te, csodálatos férfiú, hogy tüzet tudsz gyújtani kova és öngyújtó nélkül? Én? Varázsló vagyok. Kettő, egy, gyerünk! Ez az, Steve, ez az. Nem vesztheted el a súly, ez már szép a fölmenetel. Ez nagyon-nagyon izgalmas dolog. Először is azt hittem, hogy tériszonyom van és félni fogok, ugyanis egy olyan technikai trükk van a tarsolyunkban, hogy én ilyen 10 méteren lebegek föl, egy ilyen snowboard deszkán megyek jobbra-balra, pirotechnika van beépítve, van egy pontos koreográfiája, hogy emelkedek, hogy megyek le. Ugye minden gyerek álma, hogy így repüljön, és ezt most így megtapasztalhattam én is. Elsőre nem mondom, nem volt valami kellemes élmény, amikor tiszta erőből leengedtek, de nagyon-nagyon jó dolog, én nagyon szeretem. Üdv néktek! Védd magad, te! Levágják mindkét kezemet, és aztán levágják mindkét lábamat, és ezt úgy kell megcsinálnunk, hogy a néző tényleg ott álljon és csodálkozzon, hogy ezt hogy csinálták meg. Kicsit ennyi nyisson lejjebb a fejgép, picit nyisson lejjebb. A piros széléig, így, a piros széléig. Jobban told be, Pali, a karodat. Hátul, a sajátodat, így. De igazítsátok el a sikatot, hogy szegény nincs saját karja. Az, hogy ez pontos legyen, az, hogy ez tényleg poén legyen, akkor nézzünk le, akkor legyenek a spétek, amikor annak ténylegesen a helye van, ez egy nagyon nagy feladat volt. A fekete lovag csak Trabant kosztümnek hívom, míg azt magunkra aggatjuk, addig az egy jó 10-15 perc. Ez csak macska karmolás! Vesszari! Természetesen azért Monty Pythonos figurákból azért úgy hagytunk meg, átlettek tervezve, de felismerhetőek legyenek a rajongók számára. Kicsit szúr, de... Először ugye ezt, és akkor utána. Csak az a baj, hogy még nekem szűk az ujja, mert ott nagyon belet varva. És akkor tulajdonképpen ez gyorsan lesz ennyi. Meg minden hármazó van, meg beugrok vannak a tánckarban is, meg még bejöttek új jelmezek közben. Sőt sok, hát 300-ig számoltam, aztán nem. Egy uámmal. Ez egy. Király legszegényebb ebbe a darab. Lehet így nyomogatni. Vera! Nagy fejem van. Mi van neked? Nagy fejem. Szerbusz, Tibiké! Jó reggelt kívánok mindenkinek, és sajnálom a rossz hét. Ezzel nem sikerül ezt megoldanom. A karddal? Igen. Már a micsodáját? Hát úgy a menést általában, de azért hagynám, de a lovaglást, mint olyat nem tudtam megoldani. Bocsánat, meg kell próbálnom még egyszer. Igen. A lefelé ütni a földet, fölfelé üt a sarkon. Lejön egy rámpán, ami nem ugyanaz, mint a baletterem linoleumján, vagy baletszőnyegén lovagolni. Plusz ugye az örök az ember kardja. Ez nem jó ez így. A sok apró gondtól és a vészesen közelgő, mindent eldöntő bemutatótól a színészek és a stábtagjai is egyre feszültebbek. Ilyenkor sokszor érzik egyedül magukat ebben az őrületben. Nékem az élet oly simán, a magány egyre súlyt, és fogállom róla.
a súly. Csak most, más vállára, most fordul. Más vállára. Ha vállalról a súly, más vállára tehetnék. Király vagyok, de nincs egyetlen lovagom se. Teljesen egyetlen. Egy szál van. Hát az egész szerepét kénytelen ott megfogalmazni, és valóban nem ének technikailag, nem előadás technikailag, hanem valahogy úgy a közlendőjét tekintve. Hosszan küzdöttem azzal, hogy már el tudtam énekelni, de mégis úgy gondoltam, hogy nem jó. Nagyon jó a fordítás. Az, hogy egy szál magam, banálok itt, egy szándékoltan rossz prozódia, az megadja a számnak a savát, meg a borsát. És ha vállamról a súlyt, más vállára tehetnék, új boldog lennék én. De senki sincs én mellettem, egy szál magamban állok én. Az Artúr nem, majdnem, hogy feladja a grál keresését, és a Peci végül ott van mellette, és ezzel a dallal magyarázza neki azt, hogy nem kell komolyan venni a dolgokat. A felhők fölött mindig kék az ég. Próbálja meg, uram! Az elvetemült Monty Python rajongók maguktól is észrevehetik, a többiek meg mostantól tudhatják, hogy a csapat egy másik filmjéből is becsempésztek egy dalt, csak más köntösben. Always look on the bright side of life. És most ez is. Én azt gondolom róla, hogy imádja az Artúrt, és imádja az Artúrnak ahogy az Artúr megy, és hisz ebbe az egészbe. Ettől, hogy ő nem beszél, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz szerep. Igazából én nekem még ilyen szerepem nem volt, hogy nem túl sokat kellett beszélnem, viszont a darab elejétől a legeslegvégéig két perc hiány végig a színem van. Azt kéne lássam, hogy a semmiből esernyővirág nyílt. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez az Ének az esőben című musicalből fakad ez az egész koreográfia. Tehát az megjelenik a lámpaoszlop, ugye az esernyők, az esőt. Csak ne feledd, a színpadon kiáll.